Ne vešajte pola karakas. La la la. Povedz aparáte cudzí ženský hlas. Ne vešajte pola karakas. Všetko bude také ako prvý raz. A közönséget elsőként Peter Lipa, a szlovák jazz atya szórakoztatta a vásárpótló rendezvényen. A csallóközi vásárt a koronavírus járvánnyal kapcsolatos intézkedések miatt már másodszor nem sikerült megtartani. A szervezők bíznak abban, hogy jövőre újra sor kerülhet a közkedvelt eseményre, amelyre már le is foglalták a sztár fellépőket. A helyszín a városi szabadidőpark lesz, az új sportcsarnok építésének függvényében azonban a vásár területe és elrendezése változhat. Kiindulva abból, hogy jubilál a vásár, tehát a 40. csallóközi vásárt szerettük volna megrendezni, és szerettünk volna ezt méltóképpen olyan kultúrműsor is kísérje a vásárt, ami megilleti egy jubiláló vásárt. Ebből kifolyólag úgy döntöttünk úgy, hogy a nagy tömeg, várható nagy tömeg miatt nem tudjuk a mai, vagy nem szeretnénk a mai feltételek mellett megrendezni a vásárt, és döntöttünk egy alternatív kisebb rendezvény mellett ezzel kárpótolva a Dunaszerdélyeket. Azt is figyelembe kell venni, hogy a vásár területén jelen pillanatban átépítés folyik. Ott most egy központi vásártér kialakítása van folyamatban, ami bizonyára majd fog emelni megrendezendő vásárok színvonalát is. Az érdeklődők a Dunaszerdahelyi Fortissimo együttes jó hangulatú koncertjét is megtekinthették, majd következett a rendezvény fő attrakciója, a jövőre 40 éves Ergo koncertje. Az elnyűhetetlen frontember, Szikora Robert örül, hogy a járványidőszak után az elmúlt hetekben újra sokat állhatott a színpadon. Az embernek a lelke kiéhezik, egyszerűen csak jelentkezik az az elvonási tünet, hogy most jól lenne már játszani. Jó lenne a közönség egy picit visszajelzést kapni, hogy jó az, vagy hogy a szeretetét érezd a közönségnek. És az minden jó, az ami tovább lendít téged a mindennapokban, vagy a fáradtságodban, a nyavánél, vagy látod, hogy az tetszik, amit csinálsz az embereknek. És ha szeretet így árad, akkor ez nem csak a zenére vonatkozik, hanem hogy mindenre. Hát én azt gondolom, hogy a zene is egy hivatás, hogyha te meg tudod az embernek a lelkét melegíteni, vagy elgondolkodtatásra inspirálod azt, hogy egy szöveggel vagy valamivel. I'm sorry.